Kérdés! Sziasztok! Molnár Ábel vagyok, a Komarnicki Gyula THS-e hegymászója. Ahogyan az már az előző videóból kiderült, ezúttal Ausztrália és Óceánia legmagasabb vulkánjára készülök. Az Új-Guinea-sziget éghajlatához és a 4367 méter magas Mount Giluwe megmászásához speciális ruházatra, illetve felszerelésekre lesz szükség. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy a kaland aranyfokozatú támogatója a Hervis. Most pedig lássuk, miket rejt ez a két hatalmas doboz. Bele se fértek a képbe. Tehát kettő dobozunk van, és ezzel fogjuk kezdeni. Ez az, amelyiket a budapesti Hervis csapat aranyosan összerajzolt. Szükségünk lesz egy ollóra. Lássuk az első terméket, ami nem más, mint a Kilimanjaro felfújható matrac. Kilimanjaro Canyon felfújható túramatrac. Praktikus, önfelfújó Kilimanjaro túramatrac fekete színben. Mérete 180x52 és 2,5 cm vastag. Korábban ehhez hasonló felfújható matracom nem volt, ugyanis mindig egy habmatracot használtam a kalandok során. Igazán kényelmesnek tűnik. Na, haladjunk is szépen tovább. Jöjjön a következő, ami jól láthatóan egy fantasztikus túranadrág. Ehhez még olló sem kell. Ó! És rögtön kettő nadrág van a csomagban. A Kilimanjaro Missouri. Kilimanjaro Kongó és Missouri, férfi esőkabát és nadrág. Fekete színű, szedben is kapható Kongó esőkabát és Missouri esőnadrág. Az esőnadrág vízállósága 8000 mm. Oldalt cipzározható és oldalzsebekkel ellátott. Derékrésze elasztikus, a funkciója pedig értelemszerűen az, hogy víz és szélálló réteget biztosítson viselőjének. Mindkét ruhadarab anyaga 100% nylon. Ez egy héjnadrág, kifejezetten eső és szél ellen lett kitalálva, mivel két hegy megmászása szerepel a menettervben, így két alkalommal kell áthatolni az esőerdőn, és remélhetőleg mindkét alkalommal jól fog majd jönni ez a szuper kis esőnadrág. Kilimanjaro Kalúzó, férfi túranadrág. Fekete színű Kilimanjaro túranadrág, mely gyorsan szárad, elasztikus és könnyen kezelhető. A derékrész kényelmes és passzentos. Két cipzáros oldalzseb és egy farzseb található rajta. Anyagát illetően 90% nylon, 10% spandex, és ez is PFC-mentes. A csúcstámadások alkalmával pedig már ez a túranadrág lesz rajtam. Tapintásra baromi jó az anyaga. Úgyhogy remélhetőleg helyt fog állni. És megyünk is szépen tovább. A következő nem más, mint egy hálózsák. Kilimanjaro 4 évszakos hálózsák. Múmia hálózsák. Kiváló minőségű 4 évszakos hálózsák, mely ideális választás bármely szabadtéri aktivitáshoz. Szintetikus töltetű és PFC-mentes. A komfort hőmérséklet tartomány 6, a limit 1, az extrém pedig mínusz 13 Celsius fok. Mérete 215x81x51 cm. Külseje 100% poliészter,
belseje pedig soft poliészter. 4 évszakos hálózsák, remélhetőleg jól fog jönni arra a vidékre is, ahol csak 2 évszak van, az esős, illetve a száraz. Ezeken a 4000-es hegyeken az éjszakák során fagypont alatti lehet a hőmérséklet, 0 és mínusz 5 Celsius fok környékére süllyedhet a levegő hőmérséklete, viszont jó magam nem fogok fázni, hiszen ott lesz nálam ő. Haladunk szépen tovább, erre is vetünk egy pillantást, jaj de jó Istenem, marha jó az anyaga. Kilimanjaro Naxos, férfi túra jacky. Víz és szélálló, légátresztő, könnyű, kényelmes túra jacky, piros és fekete színben. Maximális védelem, esős, szeles időben. Cipzáros oldalzsebek, illeszkedő kapucni és ragasztott varratok. Anyaga két rétegű anyag, ami 100% poliészter és PFC-mentes. Amikor az ember megfog egy hegymászó vagy túraruhát, akkor már az első tapintásból lehet tudni, hogy alkalmas lesz-e az előttünk álló kihívásra. Megyünk is tovább, nem tétlenkedünk. Az előbb már kicsomagoltuk az esőnadrágot, most pedig itt van a hozzátartozó esőkabát, ugyanis ők ketten szetben kaphatóak, a Missouri esőnadrág, illetve a Kongó esőkabát. Kilimandzsáró, Kongó és Missouri, férfi esőkabát és nadrág. Fekete színű, szedben is kapható Kongó esőkabát és Missouri esőnadrág. Az esőkabát vízállósága 3000 mm. Mesbéléssel és PFC-mentes bevonattal ellátott. Fényvisszaverő elem, elrejthető kapucni, 2 oldalzseb és ragasztott varratok. Víz és szélálló és könnyen elcsomagolható. Mindkét ruhadarab anyaga 100% nylon. Ha jól számolom, akkor 4 nap alkalmával lesz rajtam ez az esőkabát, úgyhogy majd a kaland után beszámolok, milyen volt, mennyire állta meg a helyét. Az utolsó termékünk nem más, mint egy sátor. Kilimanjaro Together 2 sátor. Kétszemélyes sátor, vízálló funkcióval és üvegszálból készült rudakkal. Rendkívül könnyű az összeszerelése és mindössze 1,6 kg súlyú. Vízállósága 1500 mm. Mérete 200x130x95 cm, összecsomagolva pedig 58x10x10 cm. Azért érdemes kétszemélyes sátorban kalandozni akkor is, ha csak egyedül vagyunk, mert kényelmesen elfér mellettünk a hátizsákunk, a kajánk, ruháink. Ha nem haragszatok meg, akkor ezt most nem csomagolnám ki, viszont mindenképpen lesz majd a sátornak egy próbaállítása, amit az Instagramon meg is fogok örökíteni. Nos, az a helyzet, hogy ez a doboz és a benne található termék nem a Pápua Új-Guineai kalandhoz érkezett, emiatt elnézést kérek, viszont van még valahol egy kis csomagunk, azt mindenképpen kibontjuk, ugyanis az utolsó ruhadarab abban található. Megvan. Megvan, sikerült megtalálni a kis csomagot, úgyhogy gyorsan neki is esünk az ollóval. Az utolsó termék pedig ez a zokni.
Kilimanjaro Quarter férfi túrazokni. Gyorsan száradó, légáteresztő Kilimanjaro túrazokni, mely maximális kényelmet biztosít. Könnyű és elasztikus anyag, párnázott betétekkel és lapos varratokkal. A csomag tartalma két pár zokni. Nagyon jó anyagú túrazokni, és ezekben a túrazoknikban a Pápua Új-Guineai falvak régióiban fogok túrázni, ugyanis abban a magasságban bőven elegendő melegséget ad a lábfejeknek egy ilyen zokni. Nos, a kaland előtt videóban már nem fogunk találkozni egymással, azonban a hazaérkezést követően ezúttal is lesz majd egy élménybeszámoló a csatornán. Mindenképpen lájkoljátok, vagy kövessétek be a Hervey Sports Magyarország oldalát, Instagramon vagy Facebookon, ha nyomon szeretnétek követni a kalandunkat. Hamarosan újra találkozunk, addig is, get moving! Hervey's.